Hát szóljon, hát szóljon az Elden Ringezés. Mai terv ugyanaz, mint leutóbb. Farmoljuk a dungeon-öket. Somber Smithing Stone kell nekünk nagyon. Igazából meg is mutatom nektek, hogy miért, mert pont itt vagyunk, pont helyben vagyunk. Szeretném fejleszteni a Sword of Night and Flame-et. Szeretném fejleszteni a Cypher pattát, azt tudjuk is. Lehet. Bár akkor lehet, hogy nem tudjuk majd a kardot fejleszteni. A kard fontosabb lenne nekem, mint ez a Cypher pata. Sőt, ennél még fontosabb lenne a Golden Order Seal. Tehát prioritásba Golden Order Seal, Sword of Night and Flame és Cypher pata, ezeket szeretném fejleszteni, meg természetesen majd ezt a staffot is, csak lehet, hogy ennél is találunk majd érdekesebbet, izgalmasabbat, sőt, esetleg egy olyan staffot, ami nem csak intből, hanem még fade-ből is scale-el. Szóval, ha esetleg van ilyen a játékban, azt nyugodtan elmondhatjátok nekem, mert az sokat jelent. Ja, hát igen, fejlesztésekben vagyunk. Dungeon, katakomba és egyéb ilyen opcionális dolgok bújásába, hogy egy fő boss legyőzése még egyszerűbb legyen. És ne az legyen, kifogyok manából. Még egyszer mit keresel? Olyanon gondolkodtam, Zakika, hogy ha már találkoztunk menet közben olyan szíllel, ami intes és fétes szkélelésű, illetve fegyverrel is, ami intes és fétes szkélelésű, miért ne lehetne egy olyan staff, ami szintén intes és fétes szkélelésű? Szerintem simán van olyan. Még nem néztem utána, de mindjárt megnézzük. A Roderica quest, az pedig az emlékszem, hogy mondtad, csak nem is tudom, hogy hol van Roderica, de tényleg láncon van itt a csávó. Ja, azt mondtad, hogy beszéljek velem. She has a gift for spirit tuning. I saw another one like her long ago. Their eyes share the same hue. Roderica, az a csaj, aki így néz. Egyik szeme csukott. As Eve noticed the chains. Nothing special. I'm a prisoner, and these are my chains. I'm trapped by the hold. I'm dying, smithing for you fools. That's all there is to it. Mi ez a hold egyébként? No, don't read too much into it. I've no grudge against you. My being a prisoner is no fault of yours. Besides, I don't mind smithing. Despite my differences, the weapons get stronger all the same. Even time, technique never fails. Besides, it helps me forget. Egy frakciónak a neve a hold, aha. Sheer terror of her. Ők akarják visszaállítani az R3 hatalmát. Oh. Kuncsiapát, szia-szia! Bocs, hogy rákérdezek, de a Lost Ark-ot teljesen elengedted? Nem. A héten többször is volt, mint amennyiszer kellett volna, és most is azt pereknél, hogyha nem lenne éppen szerver karbantartás. Úgyhogy nem, abszolút nem engedtem el. Túl jó. Azt terveztem, hogy kevesebbet játszok vele, de túl jó. Három ilyen staff van, azt mondja Csibecsoda. Három olyan staff van, ami így intes és fétes szkélelésű. Erre gondolsz? Biztos, hogy erre gondolsz? Staff. Elden Ring. Van nálunk olyan suli, ahol csak BMW-k vannak. Tesla suli nincsen? Hopp, van. Prince of Death Staff. Illetve Gelmir Glintstone staff. Na, tehát kettő ilyen is van. Boostolja a láva sorcerit. Illetve van egy olyan, ami...
Van olyan, ami csak fétes skillelésű. Durva. Durva, asztalat. Na és itt van az Albinauric staff, ami intes és arcane scalelésű. Tehát ez főleg arcane scalelésű, asztalat. Igen, amúgy tényleg három staff van, ami fétel is scalel, viszont egy olyan, ami nem hibrid. Jó, megnézzük ezeket. Így van. Igen. Kettő hibrid van, egy pedig olyan, ami csak fétes szkélelésű. Kultistákból esik a Fort Laeidnél. Azt ez hol a manóban van? Fort Laeid. Ez most az a staff, ami... csak fétes szkélelésű. Itt valami sárkány van. A magma virm, ahol ez a magma virm van. Hogyan? Értem. Tehát ez a Fort Laeid, ez skacok. Ez itt van fönt, azon a területen, amit azt mondtatok, hogy grab attack-kal lehet odajutni, mármint hogy valaki grab attack-kol titeket, aztán oda kerülünk, de gondolom nem csak úgy lehet oda kerülni, hanem máshogy is. Okés, tehát ez a Staff of the Guilty, ez most nem, akkor ez most nem érdekel annyira. Deep Root Depths, van még egy ilyenünk is, Deep Root Depths, hogyan lehet oda jutni? Azt sem tudom, hogy ez hol van egyébként. Ez valahol lent van. Ez lent van. Ez valami föld alatti világ. Így van. Hát ez valami föld alatti világ, de hogy melyik? Én megtaláltam azt a grab attackot háromszor is. Ha megvan a lift, úgy is. Tehát ez a magmás területhez lifttel is el lehet jutni? Én még nem tudom, hogy melyik enemy csinál egyáltalán ilyen grab attackot. Jó, hát Prince of the Staff. Ez az egyik. Mit mond a Google? Hol lehet ezt megszerezni? Elden Ring Prince of the Staff Location. Boost Death Spells. Na ez Deep Root Depths-nél van. Azt van olyan térképünk? Az alvilági térképeket hogy a fenébe lehet megnézni? Van erre valami gomb egyéb? Show Underground. Na. Szuper. Tehát van egy olyanunk, hogy Deep Root Depths. Na, szerintem ott még nem jártunk. Nem. Ott mi még nem jártunk. Szerintem ez valahol itt lesz. A new subscriber arrives. It fills you with determination. Egy Iron Maiden-szerű az akadémiában van, de lehet máshol is, engem ott ragadt el. Aha. Köszi az infót. Necrobi! Wow! De jó neved van! Köszi szépen a támogatásodat, és köszi, hogy a Prime-odat te is rám használtad el. Köszi. Van valami guide is a leírásban, hogy hogyan lehet eljutni. Hogyan jussunk el a Deep Root Depths-ben. Azt mondja, le kell győzni kettő story boss-t, a Godricot meg a Renalát. Jó, akkor ezt elengedjük. Van itt egy olyanunk, hogy Gelmir Glinstone Staff. Hogyan találjuk meg a Gelmir Glinstone Staffot? Lúrni a lék. Na, ez tetszik, ha innen kell menni. Highway Lookout Tower. Oda kell menni. Ott lehet. Nem ott se.
mondjuk ez már az. Az a gond, ez csak Leanstone Sorcery Staff. Nekünk a Gelmir kell. Hát nem lettem okosabb. Minden fegyver lokáció a játékban. Na, az jó. Gelmir... Ezt nem is írják. Jó, hát akkor nem tudom, hogy hol lehet ilyen staffokat szeretni. De a krebes útvonal nem túl jó, mert bosszálja a kiútat, aha. Hát jó. Megnézegettük ezeket a staffokat, hogy van-e intes féles kérelésű. Van. De nem tudom, hogy hogyan lehet őket megszerezni viszonylag így a játék elején. Szia Mirko! Üdv mindenkinek! Szia Vili, szevasztok! Ó, ő Roderika! You're telling me I possess some kind of gift? I don't believe you. But if I do have this talent, and goodness knows it would be my first, I suppose I should try to hone it, shouldn't I? I'll ask Master Hugh to teach me. Certainly he does appear intimidating and holds no love for us tarnished. But I know he's trapped here at the Round Table Hold. So... I can tell. He's a gentle soul underneath it all. If I do have a talent, I suppose I should try to ask Master Hugh to teach. Master Hugh. Ki ez a Master Hugh? Egyáltalán hogy hívják a kovácsot? No matter. The girl. What about her? Hát nem fognak Face Animation díjat kapni. Hát azt nem is, minden más megkapnak, lovacska. Are you out of your mind? Who'd stay with an ugly brute who only knows how to smith? Absurd. Besides, she'd never agree to it. Ezt akarja ő. Nem akarok hinni neked. Senki nem akar hinni nekünk. Szia Streamings, itt mindenkinek. If I do have a talent for spirit, I suppose I should try to hone. I'll ask Master Hugh. If I do have a spirit, szóval kell nekünk Master Hugh. Hugh Mester. Na, Smithing Master Hugh. Tehát ez gyakorlatilag a kovács, akivel beszéltünk. Na, de az a helyzet, hogy most így megakadt a dolog. Gondolom el kell mennem majd vissza, vagy hogy fog progresszálni a küldetésünk. Csak újra? Jó. Facial animation. Csak offscreen mozognak. Majd a következő Souls játékban már nem csak offscreen mozognak a karakterek. Ez a csajszi eddig is itt volt. Good to see you again. Thank you very much. I have you to thank, don't I?
Hát ez a... Ez a Chaisi. Azt mondta, hogy vedd le a piroskás köpenyedet. And if there's any chance to ease the suffering of my dear men who were grafted, well, I certainly must try. Ez a graftítség, ez mit jelent pontosan egyébként? Pleased to make your acquaintance. Spirit tuning. I need to warn you about something. A little while ago, someone started lurking. Hát ezt meg másért küldik a mágiára lovaska. Mindig találnak valami, ami miatt belekötnek egy játékba. The howling and wailing of spirits in fear of a curse. I can even hear the repulsive twisted malice in itself. A plethora of spirits in an unceasing cacophony. I can't even imagine. Kakofónia. How much suffering inflicted to who knows how many souls. Not even the grafting caused anything like this to happen. You should keep your distance. I know you're strong, but please. I'd like to ask you a small favor. Hoppa. Can you take this little one along with you? They can't be summoned here, but the spirits look rather fondly upon you. It'll be glad of your company, I think, the little un. Jellyfish. Köszönöm szépen. Aha. Aha. I see. Ghost Glove Warts. A Ghost Glove Wart, nem tudom, hogy honnan szedtem, de van belőle 12. Ez a Demi-Human Ashes, ez elég komolynak tűnik a Wandering Noble Ashes képest, és drágább is sokkal. Hát valószínűleg jobb is. 69-be kerül a megidézésük, nekem nem tudom mennyi van. 77, ki kéne próbálni őket. Ah, tök jó. Tehát ő a Spirit Tuningolós karakter. NPC. Katakombánkban és a temetőkben találhat olyan. Célt adott a csajnak, tök jó. Ez tök jó. A feladatunk most az, hogy megnézzük, hogy milyen az a Demi-Human Ashes. Ki akarom próbálni. Ez miért van egyáltalán berakva? Szia, Mobu! Na nézzük, tehát felfedezési. Jó cucc, Roderickának célt adtunk. Na. Nagyon nem tetszik amúgy nekem a Faxtra Life-os interaktív térkép, és láttam, hogy a PC Gamer meg egy csomó oldal nyomja, hogy van valami új interaktív térkép a játékhoz. Csak még nem néztem meg, hogy az mit tud. Ez a quest, ez lett volna kicsit más progressz, engem be is tojatott. Na, mesélj! Na, ez a Mob Genie. Na, hát ez a Mob Genie, ezt jobban szeretem.
Szuper. Na, nekünk... Aha, kettő Legacy Dungeon mutat a, egyáltalán a játék. Oké. Okay. Nem az kell nekünk. Hidden Passage. Hidden Passage. Ha. Mik lehetnek ezek a hidden passzázsok? Érdekes, nézzük csak meg. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi ez a hidden passzázs. Ahol a brost megtaláltad, ott megtalálható Roderick a köpenye, amikor eltűnik, azt hittem őt is elkapták, utána tért vissza az erdőbe. Mint az erődbe. Wow. Na, tehát itt van valami grész elvileg, és ott van egy hidden passzázs. Igen, egyértelmű a neve, de nem tudom, hogy ez alatt mire gondolat a játék. A térkép inkább, úgy mondom. Szia, Gardrob. Smithing Stone 1. Na, hát ebből tényleg több van. Hát ez nem lesz így jó. Hát így meg pláne nem. Azt mond. Itt van a seggembe. Van. Fullon mágus build elődés? Igen, igen, igen. Így van, így van. Így van. Egyébként itt néhány NPC mozog töltőképernyő nélkül is, például Dee, nem biztos, hogy találkoztál vele, így nem is nagyon akarok spoilerezni az ő questjéről. De találkoztunk vele, ő adta nekem azt a questet, hogy menjek már ide át, és átküldött ide rohadt messzire, ahol rögtön egy boss fogadott. Dee-vel találkoztunk. Ja, pofán dobkodtuk. Ezzel a... hűzőgolyóval. Hűha. Jesszus! Tetszik az animáció.
ez az égél. Ezzel a nagy darabbal már találkoztunk. De akkor nem volt ilyen effektív a tüzem. Kéne kapcsolni lámpát. Szólja? A boss, a nagy gargoly engem nem támadott meg. Hát én meg megtámadtam őt, vagy legalább közelebb mentem hozzá. Azonnal nem támadott meg. De így, hogy közelebb mentem hozzá, ha jól emlékszem, megtámadott. Szólja, az ott boss. Ezt nem érteküldött. Mármint a bosszén? Rajtom be lehet menni mögötte? Aha. Azt még nem néztem. Spelted az NPC, aki ott van? Ahova díj küldött? Na, azt akkor meg kell nézni. Na, elvileg itt van valami Grace meg Hidden Passage. Ezen a területen. Így van. Mivel hidden, valószínűleg nem látom, amit látni kéne. Ó! Hát ez annyira nem hidden. De boss. Bossnak boss. Terembe van egy NPC, neki lehet adni egy itemet, ami akkor még nálad van. Minden olyanért ad valami ajándékot, de egyesével ad neki, ha több van, mert olvasna, ha egyszerre többet adsz neki, akkor ilyen bugol és kihagy. No target lock ahead, strong foe ahead. Van olyan cuccom, ami nem törik el, meg nem megy tönkre, hogy ne veszítsek rúnát? Valami talizmáról beszéltetek, de valami fűszálok is vannak a játékban. Vagy a fűszál mindenféleképpen törik? A talizmán meg nem. Ja, hogy ezt talizmán értem. Ja. Ja, a talizmán törik. Jó, megnézzük. Megnézzük ezt a talizmánt. És nem baj, hogy eltörik. Négy. Igazából mehet. Bár talán még gyógyítunk. Assassin approach van nálam. GG. Szóval a no target lockot azt ezért írták.
Hát ellene legalább jó volt a kardom R1-es támadása. Szóval Killer Papa, köszi szépen! Ja, ez az a Ring of Sacrifice megfelelője. Mi is vesszük. Köszi, jó szolgálatot tettél. Köszi szépen Killer Papa fél évet. Itt újra itt köztünk. Gratulál az újabb badge-edhez, és köszi, hogy a Prime-odat még mindig rám használod el. Gondolj, hogy logikusan boss előtt vagy, szóval kell lennie Marikának. Ja, itt. Aha. Én a runáimat jobban féltem, mint az, hogy most végig kell szaladnom. Na, ennek örülök. Megvan egy bosszunk. Három támadásból, jó négyből, mert meg is saptam. Tök király. Szevasz, Marci. Oda néz. Rolling required the head. Tarnished, are we? No wonder you should turn up here. I am Selen, a sorcerer, plainly. Why are you here? Sorcery-t akarunk tanulni. A yen for glintstone sorceries. Well, your aptitude does appear passable, but one must choose one's masters wisely. I was exiled from the Academy of Rhea Lucaria as a reviled, apostate witch. Do you still wish to learn from me? Hogyne, szeretnék. Well, you are a piece of work. Very well. You are now my protege in Glintstone sorcery. But I refuse to coddle or cast kind words. Never. Anticipate grievances, young apprentice. Sose fog nekünk kedves dolgokat mondani. Azt a rohadt. Azt a rohadt. Glintstone Stars. Glintstone Arc. Tyűha. Tyűha. Nekem Selen azt mondta, hogy búta vagyok hozzá. Igen, igen. Ők már csak ilyenek. Igen, a fejlődésre szánható mennyiséget jól elkaltam. Draws upon the powers embedded in Glintstone. But what is the nature of such power? Glintstone is the amber of the cosmos. Golden amber contains the remnants of ancient life and houses its vitality. Csoda fejfedője van, ugye? While Glintstone contains residual life and thus the vitality of the stars. It should not be forgotten that Glintstone sorcery is the study of the stars. Forrásátok több, mint fel a szar. Hát ez az árk talán jó lehet területre. Területre szerintem jó lehet. Az árk és a legelső a legjobb. Ja, ja, ja. Én most ki akarok próbálni. Én kipróbáltam ezt a Swift Glintstone shardot, ami jó, bizonyos helyzetekben biztos nagyon jó. De ezt a Grétet ezt még meg akarom lesni, illetve Glintstone Star és Glintstone Arc, meg van itt egy olyanunk, hogy Scholar Armament, ezt is meg akarjuk nézni. Ja, vannak ilyen scrolljaim, kettőt már odaadtam a teknősnek, aki tanít mindent. Azt tarat! Na nézzük csak meg. Oh,
Azt a rohadt. De mit akarsz? Lovas csatát? Kettőszáznegyven. Mondjuk eltalálni jó lenne. Az a jó a tekibe, hogy a teki tanít fétes dolgokat, illetve tanít mágusos dolgokat. Érdekes. Már hogyha a Church of Vow-os NPC-ről beszélsz. Szóval ezt jelenti egy hidden passzázs, most már tudjuk. Tetszik ez a build? Nekem még nem, de jó lesz idővel. Terület clearelésre mindenféleképpen jó ez az árk, ez tetszik nagyon. A staffunk nincsen fejlesztve, majd egy olyat akarok, ami ilyen intes-fétes szkélelésű. Ez a Great Greenstone Shard, ez nem győzött meg. Ez nem győzött meg. Majdnem minden ruin van egy ilyen kis miniszegregált. Ja. Csak nem tudtam, hogy itt a térképen mit jelent, az interaktív térképen mit jelent az, hogy hidden passage, de akkor most már tudom, hogy van lejárat. Bár valószínűleg nem ezt jelenti, mert akkor máshova is jelzett volna ilyen hidden passzást, amit én gondoltam, úgyhogy lehet, hogy itt még van valami. Ja, én akarok ilyen dungeonökbe, meg bányákba, meg mit tudom én hova menni, mert nagyon kellene a Smithing Stone. Nagyon kellene a Smithing Stone, és nem nagyon tudok tovább haladni anélkül, hogy fejleszteném a fegyvereimet. A respawn pontok azok nem annyira izgatnak, mert azokat megtalálom így felfedezés közben. Ami itt nálam be van jelölve, azok így a lokációk, hogy tényleg tudjunk haladni, fejlődni. Ez az árkez jó cucc volt, ezt megállapítottuk. Ez a Glintstone Star, ez nem tetszett. A Black Flame az király, de nem hiszem, hogy használni fogjuk. Még, legalábbis. Ez a Whirl of Flame szerintem pontosan annyit sebez egyébként, mint a kardom. Somber kell. Somber Smithing Stone kell. Sajnos. Jó, és így befér ide a Rune Arc is, mert mint ez a Glintstone Arc. Somber tárul NPC? Hát, hogyha adunk neki kavicsot. Mármint, hogy én olyannal találkoztam, és... amit, hogy olyat mondtatok nekem, de az a helyzet, hogy nekem még olyanom nincsen, mert nem adtam neki kavicsot, hogy árulja a rúnáért Somberstone-t. Somber 1-4... Igen? Árulhat? Nem találtam, az a helyzet, nem találkoztam olyan. Hogyha meg tudjátok mutatni pontosan, hogy hol van, akkor oda megyek szívesen, de... Északon, a mansion felé vezető úton? Hát, ott talán valahol errefele volt. Valamelyik Grace-nél volt egy árus, nem tudom, hogy melyiknél. A tó felett. Itt a Road to Manor?
Roku Mansion. Hát ez egyik se az. Roku Manor. És ez melyik? Ott voltam. Ja! Akkor jó. Azt mondjátok, hogy ő árul? Na jó, hát itt nem emlékszem, hogy hol van az NPC. Ja, hogy ő? Tényleg! Tényleg! Hát róla már el is feledkeztem. Róla már el is feledkeztem. 2000, azt a rohadt! Oké, ez jó. Ez jó. Már csak... most már csak szól kellene. Mizurizsi. Jó, hát akkor megyünk helyekre. Megyünk helyekre. Nos, a hely, ahova menni akarunk. Location, dungeon. Nekünk dungeon kell? Mine kell. A mine az dungeon. Mit tudom én. Ti se tudjátok, mi? Na. Talán a legegyszerűbb, hogyha... Igen, dungeon-öket clear-elünk. Bányákban javarész sima kavicsok vannak. Meg boss, és akkor az szól, és akkor az jó. Na. Golden Room. Zakika, hát nem vagy, nem is vagy olyan hülye. Something. Jó, tehát... azt mondja... Fizikál atak, nő, szkélelődés marad, sebzés nő egy kicsit. Amúgy nem is ezt akarjuk fejleszteni. Istenem, édes Istenem, hát srácok, hát hülyeséget csinálok. Nem a kardot akarjuk először fejleszteni. Hát a szkélelődés... Hát de az a helyzet, hogy D-ről D maradt, az akkor nem változik. Hogyha D-ről D marad, nem? Na, mindegy. Minimál rejtett értéke. Oh. Na, szóval ezt a Golden Order Seal-t akarjuk fejleszteni. Ah, ez az. Somber Smithing Stone 5. Az gond. Ötösünk nincsen. Az a helyzet, valaki kiklippeli, hogy mennyit fejlődött a fegyverem, mert nem figyeltem. Annyira nyomkodtam itt a gombokat. Egy klipp sokat segítene, ha még ki tudjátok klippelni. Szomberekkel úgy állok, hogy van 1, 2, 4 és 8. Ó. Én meg úgy, hogy... Ja, 1, 2, 3, 4 van. De sima a Smithing Stone-ból már van 5-ös is. Ez jó menet volt. Plusz én már elegendő a legtöbb tartalomhoz, ami a felvilágban van. Na, itt már változik a szkélelődés a kardunknál. D-ről C lesz.
Oké. Ó, köszi szépen, Lucky Guy. Na nézzük gyorsan. Elkezdtem nyomni, 99-112, az mondjuk elég jó. D-ről D-re változott. Aztán 2-ről 3-ra, amikor váltottam, akkor D-ről C lett a skill elődése a kardnak. Aha, hát hogyha tovább nyomnám, akkor lehet, hogy akár még B-s skill elése is lenne a kardnak, az elég zsír. És hogy állunk a Golden Ord, mint a Seal-lel. Sem baj. Nem, a másikra gondoltam. Csak nem mondtam, Golden Order Seal-re gondoltam. Nem baj. Igazából nagyjából 10-zel nőtt, itt látszódik az inkantáció szkélelésnél. A lényeg, hogy sokkal erősebb lett. Ennek örülök. És most fel tudtuk húzni plusz 5-re a kardot, a patát, illetve a Golden Order Seal-t, és szerintem ez így kezdésképp nagyon jó. Azt sem majd kell a HP-re is rakni. Ja! Hogy állunk? Ezrünk van. Hát, hogyha ezrünk van, akkor kéne még elkölteni egy keveset, hogy mondjuk vegyünk egy Somber Smithing Stone-t. És akkor megnézhetnénk Godricot mondjuk. Azt pedig úgy kell csinálni, hogy ebből elhasználunk 5-öt. Ugye? Professionális kalkulusz. Még nem ment le Godricja. Ki lehet kerülni? Aha! Hát másfele mész. Na nézzük. Ez az, nagyon szuper astronomist, köszi szépen. 158 lett. És D-ről nőtt a szkélelése C-re, az nagyon jó. Aztán 168-ról az, aha. És még B-s, ó, hát ez nagyon jó. A szkélelés nagyon durván változott, úgyhogy most megnézhetjük. Hát igazából mindenki kerülhető. Mindenki kerülhető, srácok. Open World ugye játszi. Jaj. Godricra azt hitted, hogy nem kikerülhető? Mm. Na nézzük. Problémás. Ezer 162-t sebeztem. A rohadt. Haló? Kicsit beteg. Egy kicsit beteg ez a Godric, srácok. Azt mondta, levágom a kezed, sárkány, ad ide az erőd.
Hoppá. Jézus! Azt a rohadt. Normális? Halál! Halál! Rekt. Én mindig nem tetszik neked a build. Ez így már tetszik, és hát, hogy is mondjam. Szerintem sokan nem örülnek, hogy most azt látják, hogy Godric elsőre meglett. De ez azért van, mert ez egy open world Souls játék, tehát hogyha te elbarangolsz jobbra-balra, akkor az első bosszokat így inasba rakod. Na, kaptunk egy nagy rúnát. Divine Tower-nél lehet restaurálni az erejét. Oké. Okay. Én elbarangoltam jobbra-balra, és még mindig van hitel minden. Én azt jól láttam, hogy ilyen 1100-at sebeztem a bossra. Godric Great rúnája. Wow. Én igyekeztem úgy nézegetni a bossokat, ahogy a fejlesztők elképzeltek. Akkor nem szabad az open world-be karandozni, és hagyni kell, hogy jól szétcsapkodjon, megcsapkodjon. Amúgy, hát figyelj. Alapvetően nem ez volt a cél, hanem mint láttátok, a tüzem 200-at sebzett rá, vagy 100 akármennyit, és úgy mondtam vele, hogy hát ez a tűzdobálás nem lesz annyira effektív. Szerintem a fejlesztők úgy képzelték el, hogy így inasba rakjam a Godricon. 1100, de jó ég! Ez a pallos, ez a brutális! Ez brutális! Szóval, tehát, hogy azt hozzá szeretném tenni, hogy Godricra én úgy mentem rá, hogy ennyi látszódik a térképből. Én nem néztem, hogy varázsló Vildel 3 órát szopott velem, majdnem ketté fejelte a fickó monitort, a vérnyomása 2000 volt. Hát ne is mondd! Mondom, megláttam azt, hogy mennyit sebez rá ez a flameslingem, és így... Aha, ja, hát akkor ide valami más kell. Szuper. Hát ez szuper. Megvan Godric. Ennek nagyon örülök. Ez a pallos meg brutális. Nagyon örülök neki, hogy plusz 5-re felhúztuk. Jó. Föl kéne menni nem tudom meddig a vigorunkkal. Ja, hát én még csináltam olyat is, hogy... gyakorlatilag AFK farmoltam, ott van valaki. AFK farmoltam itt szörnyeket, itt. Azt csináltam, hogy leültem ehhez, felálltam, itt futottam egy jó nagy kört, és a katonák meg a kutyák elkezdtek egymással harcolni. Itt vártam egy 5 percet, leültem, megint mentem egy kört, behúztam őket, odaálltam, és ez nagyjából 5 percenként egy 1 perces elfoglaltság volt. Mert
mert kellett az int. Craven to the bone, pushing me about like that, and after all that grafting, where did that get you? Look down on me, would ya? Godric, you filthy slug. Feel it. Ja, haverunk. Feel my bloody wrath. Ja, haverunk, aki azt mondta, hogy figyúzz már, én tudok egy titkos utat a vár mellett, hogy föl tudsz sunyizni, ahol nincsenek emberek. Hogy megtaposta? Az igazán toxik hozzáállás. Oh, hello there. This weasel was... Godric was always looking down on me. Mindig lenézett. Bloody deserve thanks to you. I tell you though, what goes around comes around. He had an ugly heart, an uglier countenance, and met the ugliest of ends, eh? Fun fact, amikor meghalsz a kastélyon belül, ő lopkodja a rúnáidat. És hogyha találkozásunk elején jól megöljük, akkor ő nem fogja lopkodni a rúnáinkat. Now, I suppose I'm free. I can do whatever takes my fancy. Tetszik amúgy az akcentusa. Most a fétre feküdtem rá, mert az kell a kaszákhoz. Még nem találkoztam kaszával. Majd azt is ki akarom próbálni. Can I, mate? Ha most megölöd, mindet visszakapod, de ha először ölöd meg, akkor nem lopkodja. Nem öljük meg. Nem öljük meg, mert tetszik, hogy így sárba tiporja Godricot. Godricról amúgy tudunk valamit? Valamit mondani fog ez a cuccos, amit szereztünk belőlem? Ez az, nem? Az új olvasók állokolni tudják a páverjét. Ez a boss lélek, aha. Nincs is sok kasza a játékban, eddig 3-at találtam, a krónikásod mondani fog róla, aha. Rasszlalni tudod állokolni a fegyet. Jó, a nagy rúnát is érdemes elolvasni. Okcsá. Hát az nem itt lesz. Nagy rúna. Az itt lesz, nem, ez kristályt ír. Valószínűleg nem itt van. Ez az. Godric's Great Rune. Divine Tower of Limgrave. Aha, a Stormvale Castle-be vezető nagy hídon. Aha. Jó. Az ez. Ja, azaz. Hát akkor most arra kell mennünk, ezek szerint. Nagy rúna mechanikája dióhelyben, a DS3 ember mechanika, csak te választod meg, hogy mit adjon az ember. Ez nagyon zsír. Szóval, ja, Godricról így lehet tudni valamit? Nyugodtan spoilerezhetek nekem. Hogy mi volt, ki volt, hogy volt, meg mit csinált itt a sárkányokkal. Meg mi ez a graftitség? A krónikásunk majd mesél róla? Okay. Mi ez a graftitség? Mert már beszélt róla Roderika is, de nem lettem okosabb. Hoppá! Progress! Srácok, progress történt! Vagy ez nem? Nem progress? De! Határozott nem. Meghalt valaki. Ha
Istenem, pedig azt hittem, hogy addig taposta a fejét, hogy elkezdett vérezni, pedig nem. Szia, Yi, tegnap jött a nagyobb acska patch a Vampire Survivors, ha nem látod, új pálya, új hero, hat új acsi. Ja, azt pont tegnap néztem, de csak addig jutottam, hogy állokoltam az új pályát. Amúgy nem a karakter feje kezdett el vérezni, hanem meghalt ott valaki. Megjelentek ezek a Bloodstain-ek. Köszi az infót, ja, jó. Köszi. Time for joy. Ez minek van berakva, foglalja el helyet. Ja. Illetve annyit változtatunk, hogy ez itt marad, ide pedig jöhet a staff. A staff az jó bal kézbe is, nem? Ja. A graffiti azt jelenti, hogy beleolvasztott, átültetett, és ha ránézel Godrickre, rengeteg kar állt ki belőle. Ja. Összefércelt. Ha, hogy magára varratott testrészeket, hogy erősebb legyen. Az... Nem, az nem, azt nem hiszem. Ezek itt miben halnak meg? De hát ezek itt biztosan Godrickkal harcoltak. De ők jöhettek erről is. De azt hogy? Ez az ajtó nyitva lehetett a Godrick fight közben? Jó, te mit csináltál? Ő ott odament, és meghalt. És te? A PvP-s halálokat szerintem nem mutatja. Van olyan, hogy az embereket rolkodnak, megölik magukat, hogy megijesszik az embereket? Ha, fura. Fura, mert most így hirtelen azt tudnám elképzelni, hogy ez, hogy ők innen jöttek a Godrick fighthoz. Csak beúszták az NPC-t és ölte meg őket? Lehet amúgy. A másik elképzelésem az lett volna, Stalon, hogy ők onnan hogy innen jöttek a Godrick fighthoz. De itt nem lehet támadni. Azt mondja, hidden path van előttünk, de itt nem lehet támadni. Odarról megkerülte a kastély? Ja, én megkerültem. Itt a farkasoknál, itt jöttem el. Itt így. Itt pont így a szélén megkerültem. Nem gondoltam amúgy, hogy ez az út majd vezetni fog valahova. De így pont itt van egy church, meg egy grace is, és nagyon örültem neki. Neki rollolsz is kinyílik, de nincs illúzió fal, csak trollkodnak. Ó, a rollolással is nyílnak az illúziós falak? Zsír, akkor nem is kell csapkodnom, mint egy hülye. Underground tomb ahead. Várjunk, mielőtt még itt tovább mennék, megnézzük, hogy mit tud ez. Hát, hogy itt csücsült Godrick. Hát,
Hát én nem látom, kéne valami fákja. A fákja mondjuk az itt elfér. Legalább. Hát nem látjuk, hogy ki van ott. Ő volt a Stormvalley uralkodó? Na. Godrickról mesélnek a kerek asztalnál, de a vár visszafoglalós emberke azt mondja, hogy a megfelelő vérvonalbeli utót kell Limgrave-nek, ami azt jelenti, hogy Godrick vérvonalával valami nincs rendben. Roderika meséli még az első találkozáskor, hogy a társait elvitték, hogy ráférceljék a testrészeit a pókra, szerint az első boss, aminél a sztori szerint meghalsz még a tutoriál előtt. Aha, aha. Tudom, hogy melyikre gondolsz, a pajzsos izére. Srácok, jobb félni, mint megijedni. Nem. Ezek szerint ez itt nem titkos. Azt hogy? Hogy halt meg a falba? Srácok. Megütötte a falat és meghalt tőlem. Wow! Mi a fene? Skacok! Mi a fene? Konkrétan segbe lehetett volna támadni Godrickot, mert hogy itt volt egy kis lejárat. Hagyjuk már. Wow! Szerintetek egyébként nyílhatott az ajtó belülről? És Godrickot segbe lehetett támadni? Hiszen megvan hozzá az út. Akkor lehet azért vannak ezek a halálok. Én nyitottam ki ezt az ajtót, ami a boss mögött volt, ami most ugye a boss fele vezetne. Beteges troll mindegyik, aha. Maiden, Dear Maiden, where are you? Godrickról annyit tudni, hogy csak nagyon távoli leszármazottja Godwin vérvonalának. Shabriri Grape. Shabriri Grape. Shabriri Grape. Kijájtam. Ezt a vak maidennek lehet adni. Találkoztunk már egy vak csajszival, de szerintem nem neki kell adni ezt a szemgolyót. Sakrepala Naiti Kitty Holy Holy Holy. Blind Maidennek. Hát én csak egy Blind Maident ismerek. Jól megrolloljuk a falakat, de szerintem itt nem lesz semmi. Akkor ad neki. Hát, ha még él. Ha még él. Jól van. Srácok. Nem néztük meg 100%-ig ezt a helyet. De... a boss legalább meghalt. És a kilátás, ami itt fogad minket, wow. Még mindig fantasztikus. Még mindig fantasztikus, srácok.
Érdekes még, hogy Godwinról tudni, hogy száműzték, és fia, az ölelős néni mondja, hogy régen egy száműzött nemes halálos ágyi társa volt, de ez az összefüggés még csak spekuláció részemről, nem hallottam a sztorival annyit, hogy egyértelmű legyen. Aha. Elvileg a hátsó kiárat közelében van a Blind Maiden. Igen? Akkor őt nem ismerem. Az egyetlen vak, akit ismerek, az... az itt van. Itt. Helyen a figyelmet arra, hogy fia az ölelős néni. Igen, igen, azt mondta Mobo, ha jól értettem, Krisi. Nézzó, Krisi. Ezek a srácok itt akartak leugrálni. Csak akkor van ott a vakcsaj, ha a lenti questjét megcsinálod. Én csináltam egy questet. De azt mondta a csávó nekem, hogy nagyon jó, hogy küldött levelet a csajszi, de ő akkor se hagyja ott ezt a helyet. Értem, a néni a fia, értem, Krisi. Megnézzük, hogy... itt most már amúgy meg tudnánk ölni a csontikat. Már tudom, hogy mi a mechanika. Church of Iris. Ez a második főbossz volt nekem? Margit után Godric a második főbossz? Ó, ő akar beszélni Serenáról. És most már ő is tanítja a Glintstone árkot. Starlight. Ilyen hülyeségekre költsem. Jó, persze, költünk Starlightra, hogy mutogassak nektek. Attól függ, mit értesz főbossz alatt. Hát, a főbossz az az, ami a... ahhoz kell, hogy amik azok a kötelező bosszok, hogy előrébb haladjon a történet. Amik rúnát adnak, meg boss lelket, nem? Ja, igen, Margit is például főbossz, mert hogyha nem öljük meg, akkor nem tudjuk megölni Godricot is például, akit meg kell ölni. Gondolom én. Aha. A kaszás sontiat kaszát, ő a legelső. Ó, zsír! Mármint, hogy gondolom az ő a legelső, az már Margitnak szólt. You've taken an apprenticeship with Selen. Well, that is something. Selen was well known. Jól ismert volt Selena. Ígéretes volt. But there may as well have been an ocean between us. But Selen was expelled from the academy, accused of unthinkable treatment of certain sorcerers under the name of the Green Witch. Jó. I still don't believe the accusations. Hát akiért például achievement is jár, az... akiért achievement jár, az mondható főbossnak? Jó, Glintstone Key. Erd Tree Capital. Szerintem ez lesz az Erd Tree Capital. Nem, mellék bosszér is jár. Oh. Néhányért. Aha. Hát akkor ezt nehéz jól megfogalmazni így.
Honnan jöttél rá, hogy egy mocskos nagy fa központja? csak tippeltem, Krisi. Csak tippeltem. Jó, tehát akkor most memorizálás, és lecseréljük az árkot erre az Starlight-ra, igen. Na, tehát én azt szeretném, hogy legyen világosság. Azt szeretném, hogy... ezt. Ó, Lumos Maxima. Wow! 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 Hát ez elég zsír. Meddig tart szerintetek? Jó sokáig. 2 percig biztosan. És drága volt? Hát drága volt. Nem baj, felfedezés, ez jó lesz. Érdekel, hogy az 5% HP-s debuffot hogy lehet leszedni? Na mondjad, Krisi. Felfedezéshez jó lesz ez. Tök király. Ennek örülök. Az ölelgetős néni adta a debuffot. Hát ez nem is tart olyan sokáig, srácok. Használd fel az itemet, amit adott. Kaptam valami cuccot a fiától. Aha, aha. Oksa. Benyomod, majd lecsűsz egy picit pihenni. Oksa. Jól van. Azt mondjátok, hogy van valami item, amit kaptunk. Gőzöm sincs, hogy mit kaptunk. Pont ezt kaptuk? Ez a blessing volt az? És akkor most már nincs rajtam a debuff? Ott van még rajtam. Ja, el is ment, jól van. Szuper. Na, van egy terület, ahova el kéne mennünk, ez a Starlight, ez maradhat. Köszi szépen amúgy, bár megmondom őszintén, nem zavart. De jó tudni, hogy kiadta meg, hogy lehet leszedni. Szia, Zolka! Kapcsolunk egy lámpát. Kapcsolunk Starlightot. Azt hadd szóljon. Ja, hogy nem tudunk futni. Az jó. Valahogy sejtettem, hogy ezek újjáélednek. No paci for you, igen. Jó, mindkettő újjáélet. Yes, China. Utasd meg, te vadállat! Haló? Mi ez a sebzés? Ok.
még meghalunk a végén. Még a végén leesek. Akkor hello. Hello fiúk. Jó, hát sokkal durvább lett a sebzésem ezzel a pallossal. Ennek kevesebb a HP-ja, mint a Millie-nek? De ezt annól sokkal több időbe került legyőzni. Sokkal több időben. Veled Urf, hát szia-szia! Nagyon szépen köszönöm a támogatást. Néked is imáron a 38. hónapja. Itt újra itt köztünk. Srácok, peregjenek a szvegek Veled Urfnak. Mi újság? Azt mondják itt, hogy ez már az életkoromnak megfelelő érték lesz. Ó, Veled Urf, hát még a végén túltolod itt a dolgokat. Akkor tessék szépen leállni. Akkor most már csak úgy fogjuk számolni, hogy 3 egész akármennyi. 0,8? 3,08? 1? 1,2? Nem tudom. Georges view ahead. Ajaj, kapcsolni kell lámpát. Valamiért azt érzem, hogy ez a lenti világokkal kapcsolatban áll. Itt kell egy fontos item, azt mondja. De ez a terület eddig nekünk nem nyílt ki. Be volt zárva, és nem emlékszem már, hogy pontosan mit mondott. Ez egy lift, ja. Bodrike lezárta. Hogy valakik meghaltak. Új, itt egy rejtett útvonal lesz. Csillagok. És Grace. Tácsi. Leülünk. Ki tudja, mi lesz fönt. A csillag rajtunk marad még a leülés után is. Tök jó. No strong for ahead. Oda néz. Visszaállítjuk az erejét a Great Rune-nak. Godric's Great Rune. Wow! Ez már új cucc. Tehát akkor Godric egy Great Rune-nak az őrzője volt. Vagy nem is őrizte, hanem ezzel bírt. Anchor Ring.
Amit ki tudtam venni plot tekintetében az az, hogy te ki lettél válaszol a két újú által, hogy Elden Lord legyél, tehát átvedd Marika helyét. Én is azt értettem, hogy a fő cél, hogy én legyek az Elden Lord. Szóval kaptunk egy ilyen cuccot, ami növeli minden attribútumunkat. Az cool. És ez ide valahova berakható? Vagy azt el kell nyomnunk? Azt mondtátok, úgy funkcionál, mint egy ember. Úgy funkcionál, mint egy ember. A Grace-nél elnyomom? Ezen a területen van még valami érdekesség? Vagy ez ennyi? Hogy itt van a Great Rune, azt sem. Grace-nél tudom majd elnyomni, okcsán. Itt van Godric két ujja. Ez le volt neki vágva? Basszus, lemaradtam róla. Grace-nél és utána Runárkal aktiválod, aha. Okcsán. Menő ez a hely. Na, tehát statok. Nézzük csak a statokat. Statok. Pictures, OBS. Nem tudom, hogy látni fogjuk-e a különbséget, azért lefotóztam magamnak. Na. Great Runes. Aha. A Runark az egyébként is ad majd nekünk valamit? Tehát független attól, hogy most milyen Great Rune van berakva? Nem ad semmit. Ó. Oh. Ez de menő nézett ki, hogy mennyi effekt aktiválódott, vagy micsoda. Wow. És ezt gondolom halálunkkor ugyanúgy leesik. Itt, hát egyre jobban vagyok Feldor szerencsére. Még köhögök. De már legalább negatívan. Na mondom nektek, mi történt. Minden statunkhoz adott 5-öt. Mindenhez 5-öt adott. A vigorunk is 5-tel megnőtt, a mindunk, az endurance-unk is, a strength és a dex is, az intelligence is, a fate is, és az arcane is. Oké. Okay. Így van, Veldorf. Sok a munka? Amíg van munka, addig jó. Igen, a fétisem is megnőtött. Jó. Kíváncsi vagyok valamire. Mennyi rúnánk van? 8228. Tudunk-e annyit nyomni, hogy fejlődjünk? Mennyi kell a fejlődéshez? 15000. Tehát... nem tudunk annyit nyomni, hogy fejlődjünk, ez gond. Akkor most nem fogjuk megnézni, hogy mibe fáj nekem egy boss. Ezt most nem nézzük meg. Jó, akkor területek. Ez amúgy nagyon zsír. Godricot így le tudtuk gyűrni. Ennek nagyon örülök. Tehát kell nekünk... érted? Ó, tényleg. Van nekünk itt egy ilyenünk, amit úgy meg akartam nézni. Még csak old is a boss rúna jutalmát. Most azt néztük, nem Zakika?
ezt, nem? Ja, hogy te a lélekre, boss lélekre gondolsz. Ja, azt is meg lehetne nézni. Van egy kétújú, nem tudom, hogy pontosan kik a kétújúk, de egyre emlékszem, ő valahol errefele volt. Az lehet? Vagy a kerekasztalhoz menjünk vissza? Sztori miatt érdemes visszamenni. Oksa. Round table-hez akartok, hogy menjek, oksa. Megnézem, hogy akivel itt találkoztam, ő miért mondta magát két újjónak. Ha itt majd le lehet menni. Na, itt van. Ó, és itt a távcső is. Wow! Ez a zoomolás nekem nem megy. Ja, így kell. Wow! Hát ez nagyon zsír. Ezeknek vannak ilyen hírvői, akik fordítanak két újról angolra. Aha. Oh. To the south, a grand to the east, but dare you enter into the heart of the scarlet rot? Ezt már mondtam. Ezzel sajnos nem lettünk okosabbak. Ők általában azt mondják, hogy hol vannak a demigádok. Akkor mondta, hogy van keletre egy demigád? Egy pillanat, srácok. Na, itt vagyok közben. Mert hogy hívják a kélides demigádot egyébként, Galdrob? Nem futár jött. Itt volt ugye minap a szerelő a net szolgáltatótól, és itt hagyott három eszközét, mert segített megcsinálni, hogy legyen net az egyik fali portba. És most azt odaadtam neki. Csillagcsapás. Van már oda teleportom? Na.
A kastélyban? Kéri Demigárdjához. Ott ketten vannak, az egyik úgy néz ki, mint aki ott volt lent, de nem tudom, hogy hogy hívják, de benne van a nevébe az is, meg ott van a Crucible Knight, vagy hogy hívják, az is. Jó, krónikán a kerekasztalnál, oksa. Ja, szóval nem futár. Te mit vártál egyébként? Vádor, vagy csak pipáltad? What is it? Still milling about. Igen, ő a D. Gurang. Gurangba is el akarunk menni. Azt is mondtátok, hogy jó. Tehát két újjú kell nekünk. Van fact, ha felveszel egy questet, akkor azokkal nem kell megküzdened. Wow. Hol van nekünk ilyen két újjunk? Ez a néni két újjú? Vagy ki a krónikásunk? Mennyire van tele a játék szerintetek rejtett dolgokkal? Általában meglátok egy olyat, hogy a kék mátyolból csak egyik ég, akkor tutira rámennék, hogy mit rejteget. Hát, tele van rejtett dolgokkal. Bár igazából nem rejtett, hanem olyan dolgokkal, amiket nem találhatnál meg. A krónikás a másik szárnyban van. Na várjunk, kapcsolunk egy lámpát. Meg egy ilyet is. Hát ez így mennyivel másabb. Ez a csajszi eddig is itt volt? I've not seen you here before. I am Nefeli Lu. Nefeli Lu. Here by decree of my father. The pleasure's mine. As a fellow tarnished, guided by grace to the round table hold. Ah, yes. I wonder if you've met my foster father. He's in his study. The room Ensure's guarding just over there. If you haven't already, I advise you introduce yourself. Father is leader of the round table. I'm sure talking to him will be worth your while. Hoppácska. It's about time I headed off. I'll see you again, warrior, should the fates deign it. Ő a vezetője a round table-nek, mármint hogy az apja. I'll see you again, warrior. Okay. Should the fate. Vele már nem tudunk beszélni. Ennek a csávónak a fegyvere egy csontvászkéz. Kopogja be az ajtón túl. Itt nem tudok semmit sem interaktálni. Vagy hova gondoltátok? Akkor üljek, na? No. Nézd be az ajtókon, vagy nézd be a pontrámba addig. Ez nem működik nekem. Ez éppen ugrottál már? Igen, meg is öltük azt a Invadert. Na várjunk. Ez eddig itt nem volt nyitva. Ez új. Ez eddig nem volt nyitva. Are you that new tarnished? Bár lehet, hogy ezzel már beszéltünk, de nem rémlik. Nem. Határozottan nem beszéltünk velem. Eni, az új olvasó. Szőrös új. Look there. The fingers tremble to welcome you, Shadbear. Mi ez az újjazásos dolog itt ezeknél a karaktereknél?
hogy így Godricnak is le volt vágva ott a két ujja. Ez ilyen vallásos dolog? Until it was shattered, the tragic corruption of the Order has taken its toll. Across the realm, life lies in ruin, fallen to pieces. Foul curses and misery spread, unabating. But the greater will has not abandoned the realm. Ezek választják ki a Shard Bearereket, akik majd leváltják Marikát a gyűrű hordozásába. Brave tarnished. Your great rune is a handsome shard of the Elden Ring. Seek another of its kind to become Elden Lord and restore the Golden Order. Restaurálni kell a Golden Order-t. Tehát ez a rúna, amit szereztünk Godric-tól, ez gyakorlatilag az Elden Ringnek egy része. Amit Marika viselt. Gold has found its way into your possession. Demigods and even the Crater of the Champions are hewn by the Erd Tree upon their end into remembrances. They are valuable indeed. These remembrances yet house the power of their former masters. And should you wish to wield that same power, well, I will lend you the strength of the fingers. Oh, do not recoil from my offer. The fingers guide us all. And you, tarnished, you are here to take, are you not? Fura világ. Ezekkel az ujjakkal. Igen, ott van. Ki lehetne venni ebből az Axe of Godricot, illetve a Grafted Dragont. Tehát amit a karjára rakott. Amúgy ez Fates szkélelésű. Peace weapon. Csak STR kell hozzá. You have returned. Szóval ezek profit maximalizációt tekintve, hogy itt melyiket érdemes kivenni? Mondjad. Kalácskép. Csorvi, köszi szépen a fél éves támogatásodat. Üdv újra itt köztünk. Jaj, Isten ments! Ezt hogy csináltam? Vissza? Köszi szépen Csorbi a fél évet. Egyiket se duplázd meg a boss lelkét. Azt hogy? Mauzóleummal találkoztál már. Az micsoda, az télom. Duplázni akkor is lehet, hogyha már kivetted az egyiket. Vannak járkáló teknős kavics kolomposok? Ja, vannak olyanok. Találkoztam már velük. Mauzóleummal lehet duplázni. Nyugodtan vegyem ki, ami tetszik. Később is megduplázhatom. Én nem tudom, srácok. A megduplázás az azért jó, hogy egy rán alatt mindent ki tudjunk venni, igaz? Ha azokra a feljutsz, akkor oda tudsz adni egy itemet nekik, hogy kettőt adjon. Ennyire nem, én még csak látni láttam őket, ahogy így mozognak. Korlátozott? Mauzóleumonként egyszer használatos, aha. Aha. Az a helyzet, hogy...
Nekem például ez biztos nem fog kelleni. De megnézzük majd ezt a duplázást, hogyha tényleg használat után is lehet duplázni ilyen boss akármiket, lelkeket is. Van mágus demigád is, tőle akarsz gondolom mindkét itemet. Na ja, hát hogyha van olyan mágus, akkor igen. A Renala az például mágus, nem? Gondolom ő nem csak egy dolgot ad. Meg tácsítácsíztam, srácok, az ujjat. Neki miért van széke? És miért szőrös hátul is? Az övéhez 70 int kell. Jézusom, 70 int kell. Azt a rohadt. Na várjatok. Mond-e ő még nekünk valamit itt a nagy drónákról? Marikának a gyerekei. Ő volt az Elden Ring hordozója. But none could become Elden Lord, and so grace was extended to your kind, the tarnished. Listen, the fingers speak. The greater will has long renounced the demigods. Tarnished, show no mercy. Have their heads. Take all they have left. Indeed. But remember one thing. The demigods are each and nagyon all undi. The direct offspring of Queen Marika. Godric the Grafted was but a distant relation, the runt of the litter. His divine blood sorely diluted. The chill tainted okay. By Anso Grace. Listen. The great tarnished indeed. The demigodric the run. Yo. Na. Okay, és ő tud valamit esetleg? I've decided to leave. I'm off in search of a noble scholar known as the Gold Mask. Gold maskosat fog keresni. We may not meet again for some time. If there's any incantations you wish to learn, now's the moment. El akar minket hagyni, srácok. Mit akar minket hagyni? De megmondom őszintén, egyik se érdekel. Poison tud kúrálni. Poison tud kúrálni. Hát akkor kivesszük ezt. Jó. May the golden order shine through you. Szia. Hoppácska! Most már kinyílt ez az ajtó is. Teacher ahead. Hú, azt meg lehet mászni? Ja, akkor hagyjuk. Ha, ha. Most lesz a jó. Akkor nem. Csizmába fel az asztal. Az illúzió. Ez csak egy varázslat. Then I bid you welcome.
Valamiért ez a... Ez a sapi, ez ismerős. Accumulating knowledge to be all-knowing. You now belong to a select group of fellows. As such, I ask. Legalább a cipőt levehetted volna, mielőtt rálépkedsz a könyveire. Na, ez csak varázslat. Jalics King a WoW-ban? Ja. The inheritors of the great runes, the shard bearers. We of the round table know the location of five of them. Na. Including the one you defeated. Négy másik van. Lord of Stormvale. Akiről ők tudnak. General Radahn, who fought Melania and her lot to a standstill in the Caelid Wilds. Úristen, Radahn. Lord of the volcano manor of Mount Gelmir. Morgoth, the Grace Given, veiled monarch and lord of Laendel. And Rennala. Queen of the Full Moon, ruler of Rhea Lucaria. Rhea Lucaria. You'll still be after more great runes, won't you? Na hát, amiről ő beszélt, hogy Radahn. Nem néztem meg, hogy ő hol van. Meg az sem, hogy mit tud. Viszont láttam egy részletet egy videóból. Ahol láttam szerintem Radahnt, ahogy tart két kardot, ami ilyen lila. És az iszonyatosan tetszett. Szerintem ő az. Godric, Radahn, Rikard, Morgoth, Rennala és Nefeli. Radahnt hagy szerintem Rennalával kezd. Ha? Hát figyelj, azt sem tudom még, hogy ezek hol vannak, majd felfedezzük, aztán nyomjuk úgyis. Gárdrob. Két és fél napig szívtál Radahnnal? Jó, hát akkor majd kérdezősködünk róla. Most egyelőre még nem, mert úgyis túl sok lenne az információ. Kérdezzük meg, aztán majd max visszajövünk és megkérdezzük újra. Na. Godric the Grafted. Godricot most már úgy, úgyis megöltük. The blood of Godfrey, first Elden Lord. He's a grotesque old fool, grasping for power. His castle lies upon the cliff to Lindgrave's northwest, but I suspect you know that well enough already. So, despite being the his castle lies upon the cliff, I suspect you know that well enough. General Radahn. The famed Red Lion and Scourge of the Stars is a ferocious warrior. He fought Melania and her rot to a standstill in the Caelid Wilds to Limgrave's east. And now Caelid has been engulfed by the Scarlet Rot. Even approaching the region is no mean feat. I've heard survivors of Radahn's army are still in the wilds, staving off the rot with fire. And if it's true, I suspect Radahn is still there as well. In Caelid, though I doubt he much resembles his former self anymore. General, he fought Malin and by my though I doubt he much resembles his former self anymore. Okay. Kastélyból kell hozzá eljutni, aha, aha. Praetor Rikard is the lord of the volcano manor on Mount Gelmir. He is a ruthless justiciar who commands a company of inquisitors, reviled for his serpentine demeanor. The volcano, Mount Gelmir, lies in the west of the Altus Plateau, the realm of the Erd Tree. It was the stage of the most appalling battle in the entirety of the Shattering. Na, ez az a hely, ahova még én nem jutottam el. Ahol a Rikard van. Szia Pepe, mi újság? Szóval a Rikard van ott a tüzes résznél. Morgoth. The Grace Given is Lord of Laendel, the capital city. It lies at the foot of the Erd Tree, in the east of the Altus Plateau. A fánál. The two fingers forbid us from venturing there, until we've acquired enough great runes to repair the Elden Ring. Set your sights elsewhere for the time being. The veiled monarch can wait.
The Academy of Rhea Lucaria lies to Limgrave's north, towering over the mist-laden lands of Liurnia. Rennala is queen of the Carian royals, who govern the Academy. But Rennala herself is no demigod. Her beloved Radagon left her to become Queen Marika's second husband, taking the title of King Consort. The Great Rune dwells within the Amber Egg that was Radagon's gift to her. Jól van, Pepe. Hát örülök, hogy itt vagy. A meló már csak ilyen, néha felgyülemlik. Néha beüt. Én Kasszára a 2,5 napon keresztül táncoltam, üvöltöttem, amikor sikerült, nagyon buta volt a vége, lement. Hát kíváncsi vagyok nekem majd, hogy mennek a demigádok. I took her in when she lost the guidance of grace. Though a mere axe-wielding barbarian, her youthful credulity suited my purposes. So I put her to work. Do not hesitate to employ her. Should her services benefit you? Despite her looks, she is more than capable in the press of battle. The Academy of Rhea Lucaria lies to Limgrave's north. Rennala and her grip. Ez a beszélgetés egyszerű és megismételhetetlen volt a lányáról. Basszus. Ja, már nem mesél többet a lányáról. Szia, Martin! Ja, igen, a lánya. Mondta, hogy a lánya nagy harcos. Aki itt volt kint. Aki itt volt kint. Jól van. Na. Bányák. Bányákok. Nem is bányát mondtunk, hanem... hogy hívják? Evergault, igen. Neked ide jött a hóboszorkány? Nem tudom, azt mondta a Chajsi, mielőtt még beszéltem volna a két újjóval, hogy ilyen harcos, és hogy az apukája a kerekasztalnak a vezetője, és miután beszéltünk a két ujjal meg a fordítójával, azután kinyílt ez az ajtó, ahova be tudtunk jönni, ahol a vezető volt, és ő beszélt a lányáról, akivel azt mondta, hogy már valószínűleg találkoztunk. Ja, most az Evergaolba akarunk bemenni. Ebbe itt. Akkor kérte neked a farkasos csengettyűt. Nincsen farkasos csengettyű. Ja, akkor az egy másik lánya? Akkor kettő lánya is van ezek szerint? Én vettem a csengettyűt a bossziktól. Vagy nem tudom, az akik ketten vannak és vendorok. Az a jó ebben, hogy itt most nem bukjuk el, srácok, a rúnáinkat. Flame of the Fell God. Akkor ez valószínűleg az a képesség, amit ő használt.
Nekem Rani adta még a kezdőterületen, éjszaka felbunkant az egyik grésznél. Ja, őt kerestem, de nem találtam, és nem tudtam, hogy hogyan lehet megkeresni. Ő itt volt a Church of Elechnél. Ez elvileg még egy Evergaol, mert az Evergaoloknak ilyen jele van. És azt gondolom fel... Vagy az egy torony? Azaz. Akkor jól rém lett. De most én azt akarom megnézni. Az Evergaolok sem. Csak az fönt van. Az kerülő. Ez most a hármas jelölés? Nem az egyes. A Stormwindy Evergaol életem egyik legnagyobb szívása volt. Az az, amit most kinéztem, nem? Vagy az csak az másik, aha. Stormwind az másik játék, de Stormvale. Arra gondolt Gádró. Stormhill? Azt hittem Stormvale. Ezer. Bloodhound's Fang. Ezres sebzés. Ezres. Azt a rohadt. Hát ez a Sword of Night and Flame, ez... Játszodsz. Na mi van? Másik támadása mennyi sebet? Azzal az a gond, hogy azzal nehéz célozni. Hát ezt meg, Martin. Én megszereztem a Crucible páncélt, én már az lehetek, amit utálok. A Crucible-lel én találkoztam egyszer, az alatt a fight alatt, itt. Jó. Akkor még egy Evergaol. És akkor tudunk majd fejlődni. Ja, azt pont néztük. Akkor az, amit kinéztünk, Evergaol. Szóval van másik támadása is, ami nagyon jó AOE. Olyasmi, mint... Renalának az egyik támadása. Én szerelmes lettem abba a fightba, mint néző. Mert nagyon jól néz ki. Nagyon jól néz ki ez a fight. Majd amikor résztvevője leszek a fightnak, akkor lehet nem ezt fogom mondani róla, de mint nézője... Hát kinek mi gárdrob. Mit tudtok ezekről a kukacokról? Okay.
ezt láttuk, ezt a támadást már. Ez vicces. Ja, ez a... Van ilyen... De ilyen farokcsapáson van, nem? Ja, nem, az ilyen orszarvus. Szóval micsoda varázslások vannak itt, ja. Stormhill Evergall. Akkor ez az. Ezt néztük, Guardrobe. Ezt. Vagy itt van még egy ilyen Evergall? Vannak még ilyen Evergallok? Nincs. Mondjuk itt, itt ez biztosan Evergall. Mondjuk ott még nem is jártam. Azt sem tudom, hogy lehet oda lemenni. Bár gondolom itt, itt az út. Köszi, hogy helyre raktad ezt a boss-t, amiért engem megalázol. Á, nincs mit, Martin. Igazán, nem tesz semmit. Megérdemlik ezek. Na. Evergall. Én még ilyen Evergallt akarok. A lenti most kijelölt Evergallnál van egy ruin is, ott a legmenőbb kaszával. Igen? Itt van egy ruin? Ruin. Itt van. Ennél a résznél. Erre gondolsz, Guardrobe? Ennél a Forlord Hound Evergallra? Nem. Ja, akkor, akkor pont a négyesre gondolsz, mi? Ahova most akarok menni, aha, oké. Jó, ahogy nézem, itt van több tomb, meg katakomba, meg akármi, úgyhogy erre megyünk. Hol is lehet? Hát szerintem ezt senki nem láthatja, hogy ez egy négyes volt. Csak azt láthatja, aki itt ül mellettem és nézi. Ez, ez a kard. Sejtettem, hogy jó lesz, de azt nem gondoltam, hogy ennyire jó. Csak hát nyilván nem tudjuk ezeket a varázslatokat nyomni. Szóval ezzel nagyon nehéz célozni, ezzel a varázslattal. Mert néha mellé vagy fölélő az enemynek. Barát. Bár neki nem világít a szemem. Mit, mit néztünk? Négyes. Köszi szépen amúgy a helpet, srácok. Te ott maradsz. Ah. Igen, igen. Nagyon jó ez a képesség. Amúgy ez nekem Dark Souls-ban is tetszett. Csak ott nem volt ilyen erős. Na tessék, most konkrétan az enemy alá lőtt. Nagyon siet.
Ő úgy néz ki, mint a haverunk, aki megtaposta Godric fejét. Mauzóleumról okoskodik. Church of Pilgrimage. Vagy Pilgrimage. Ezek a csörcsök jó helyek, tetszik. Őt még újra akar éledni. Sajnos az újraéledés az elfogyott. Gilded Iron Shield. Hát ez nagyon király, hogy most már tudjuk a mechanikát, hogy hogyan lehet az újraéledős szemeteket megölni. Szórakozás van! Na jó! Szerintem a szent sebzéssel ölöd meg őket, akkor instant meghalnak. A tüzes sebzésem, ami fétes, az nem öli őket sajnos instant. Azt próbáltam. Kazamatákban. Azt próbáltam. Nem tüzet kell, hanem szentet. Aha. Hát olyanom szerintem még nincsen. Olyanom szerintem még nincsen. Ja, mondjuk ezek lehet, hogy olyanok. Ezek lehet, hogy olyanok. Ezek az aspektek. Jézusom, 41 fét kell ehhez, hogy használjuk. Aspect of the Crucible Tail. Aspect of the Crucible Horns. A farkas dolgot majd meg kéne nézni. Zárként pedig a sárkányos véres megmozdulásokat. Ja! Egyre hosszabb ez a... ez itt. Spoken echoes linger here. Words of Queen Marika. A grészeknél ezek az opciók. If you wish, I will share them with you. Mutasd a farkat. Megnézzük majd. Mármint, hogy a varázslatot. In Marika's own words, then... after thy death, I will give back what I once claimed. Return to the lands between. Wage war. And brandish the Elden Ring. Grow strong in the face of death. Warriors of my lord. Lord Godfrey. Shall I turn your runes to strength? Let my hand rest upon you. For but a moment, share them with me. Oh, hát az helyzet, hogy még el kellene nyomni rúnát. Ha van annyi. Ne, eltűnt! Sziasztok, jelentette, milyen karit kezdtél, barátom, mágust? Mágust? Kapott egy kamelme varázslatot és 3000-eket sebez. Én Confessort kezdtem, de tök mindegy, hogy miért kezdtek, srácok. Azért tök mindegy, hogy miért kezdtek, mert az csak a kezdő statokat és a felszerelést határozza meg. Ne, nem tudom ide hívni a Chaisit, hogy megcsináltassam vele a level up-omat. Na most már hosszú, very big? Hát... alakul, alakul a HP-csik, nem?
De ez azért most, azért ilyen most, mert hogy csalva van a... csalók a csíkok. Mert 5 alapból rámegy a vigorra. Na. HP restaurálás. STR boostolás. Budi Matador. Ennyivel már nem egy hitelre adom? Ahol jó játszik, piszok jól néz ki ez a game. Ja, és meghallottam, hogy megidézted egy füttyentéssel a lovad, és egyből a kapa és Pepe párbeszéd jutott eszembe. Ne fütyülj! Aj, nagyon szeretem a kapa és Pepétket. Azokat a részleteket Budi Matador. Én is Confessor kezdtem, csak shieldessel megyek, amúgy ha Blessingre mész, akkor a Golden Epitaph kardot nagyon ajánlom. Ó, köszi szépen. Hát én akarok ki, én mindenféle varázslatot akarok nyomni. Stamina Recovery Speed. Fate. Boostolja a Fate-et, az amúgy szerintem ez jó. Fire Attack. Fate és Fire Attack boostolás. Oké. Okay. Hát akkor ezt igazából elnyomjuk egy olyan potinak, amitől nagyon erősek leszünk. És mi az utolsó? Charge attackokat is erősíti. Oké, okay, tehát hogyha három dolgot lehetne rakni a flaskánkba, szerintem ez jól megerősíteni egyébként a kardomat. Nagyon szépen köszönöm, srácok, a pergetést Budi Matadornak. Köszi, köszi. Ne fütyülj! Ott is van. A skill az nem charge-otak? Aj! Aj! Pedig olyan jó lett volna. Meg kéne nézni, igen, Demi Human Ashes, tehát hogy amúgy idéznünk kéne. És Evergaol. Evergaol, oda akarunk menni, szuper. Na, tehát egy idézést lehet itt eszközölni, egy idézést? Kösz. Kösz. Akkor nem idézünk. Akkor kell keresni egy helyet, ahol idézhetek. Az Evergaoltól keletre van a ruina kasszával. Az? Akkor? Valószínűleg az lesz az. Úristen, very big. Úristen, mekkora raid. Zsolt, én nagyon szépen köszönöm a raidet. Üdv mindenkinek, mi újság, mi jó perget nálatok. Milyen buildet nyom mi? Hát... ilyet. Ez ilyen... Én vagyok a vallásos tudós. Egy kis lol és egy csípett PUBG. Egy jó kis lol. Ezt már szeretem. Jó kis lol. Menő volt ez a sound alert, ugye? Raidnél ilyen menő van. Amúgy sima attackunk is elég jó. Nem aprózom el. Nagyon megtetszett a Dark Souls-ba a Pyromanta buildem, és úgy voltam vele, hogy én most is valami ilyesmit akarok csinálni, azzal a különbséggel, hogy most már úgy megnézegetném a fegyvereket is. Bizony szem az. Ott az Evergaolunk. Hát akkor először Evergaol. Ja, hogy ez... Weeping Evergaol. Ez mauzóleum. The Imps Seal
Izin effect. Vagy mi? Tehát a szexelő gargoylok fejébe kell szúrni egy kést. Jó. Mi baj lehet? Mi baj lehet? Azt írta Fenyődi, hogy ez nagyon erős lesz. Ja, a potion megijedtem volna előttem. True. Radagon's Scarseal. Aztán ennyit sebzel 50% HP, wow, túl OP lett. Hát... fejlesztettünk a fegyveren. Fegyveren? Fegyveren? Hát igen, ehhez kellett a... ehhez kellett nekem a szék... Somber akármi. Somber Smithing Stone. Ezért kellett nekem. Itt jön ki az, hogy fétes és intes fegyverem van. Igen, ezt hajkuráztam már streamek óta. Szuper. Megnéznék egy Erdtree avatárt is. Én in-straight build-el próbálkozok, hát eddig elég érdekes. Szerintem az is amúgy tök jó. Én szívesen nyomnák intes, strength-es build-et nagy pallossal. Szerintem az is nagyon-nagyon jó. Na, tehát kéne nekem, srácok, mindjárt megnézzük egyébként, meg fogjuk nézni Gardrobe-nak a ruinzát, viszont előtte szeretnék ölni egy Erdtree avatárt. Erdtree avatárral találkozni fogok szerintetek? Ott mondjuk. Az Itteni Treet mindenféleképpen nézd meg, a könnyeken van egy nagyon jó kis dungeon. Jó. Akkor olyat csinálunk, hogy ezt a talizmánt berakjuk. 5900 van, azért az soknak számít. És mindenféleképpen meg kell ígyuk a flaskát a fight előtt. Hali, megvett a varázslat, amit tegnap kerestél? Á, nem, sajnos. Elementor, nem lett meg. Azért nem lett meg az a varázslat, mert oda még nem juthatok el. Úgyhogy azt föladtuk. Tehát az Erdtree kapitálon keresztül kell oda menni. Ott van, aha. Azt a rohadt! Persze inasba tud rakni. Azt a rohadt! Hát ez konkrétan két hit lett volna. Opaline buble tear. Azt a rohadt! Ez tetszik. Ez már tetszik. Így elég jó a játék, nem? Praise the corpse. Mondom, ebben ez egyébként ebben a képességben, hogy
nem tudunk vele jól célozni. Azt hiszem a lovagom át fog alakulni. Jó amúgy a lovag is. Jó amúgy a lovag is, srácok. Guardian Sword Spear. Wow. Ne bízzam el magam? Hát persze. Ez ilyen játék, elbízom magam, akkor pofán csap. Pofán csap a játék egy kicsit, hogy... Tudjam, hogy hol a helyem. Srácok, nem mondtátok, hogy misét adnak. Most már ideje egy igazi boss után nézni, ami egy kicsit... megizzaszt. Amúgy menő ez a muzsika, menő ez az ének. Srácok, ebben a játékban van ilyen, hogy távcső. Lehet nekem olyanom? Van, meg kell venni. Ó, basszus, én nem vettem szerintem távcsőt. Egy gyereknél biztos nem lesz. Uszkve! A legelső Bendor árulja. Basszus! Vége a muzsikának. Kifogytunk. Tehát a Poison köpő. A Poison köpő barátunk az éneklő. A múltkor nem érdekelt nekem. Múltkor nem érdekelt nekem, srácok. 10 000. 10 000 lélek, mármint hogy rúna. Jó, ezeknek csak piros volt a szeme. Jó. Erdák Máté, köszi szépen a támogatásodat. Köszi, köszi. Itt volt az avatárunk. Régiónként mennyi ilyen erd tree van? Amennyi fa? Például? Én ott nem láttam például avatárt. De akkor ezek szerint itt is van. Van, ahol nincs egy, ha nem tévedek. Aksa.
Srácok, van valahol guide a karakterépítés alapjairól? Még sose játszottam ilyen játékkal, azért kérdezem, köszi. Hát ez egy olyan dolog, hogy szerintem biztos, hogy vannak guide-ok. De most lehet, hogy csúnya, meg nem populáris ez a vélemény, amit mondani fogok. Kezd el. Azt majd látni fogod, hogy mi lesz. Csináld, ahogy tetszik. Jelzd a játékot, ahogy tetszik. Ha ezek után is guide-olni akarsz, akkor nyugodtan. Hát van, ahol egy, Kélitbe talán kettő is van. Kélitbe egyen már találkoztunk, azt meg is öltük. Alapvető infók is hiányoznak. Ez ilyen. A Souls game-ek arról szólnak, hogy nagyon-nagyon kevés az infó. És belecsöppensz egy nagyon érdekes világba, és azt se tudod, hogy mi van. Mész és örülsz annak, hogy legyőzöl egy csoport elemit, ami 50-szer inasba rakott. De ja, nem azt mondom, hogy ezt csak is kizárólag úgy lehet játszani, ahogy most elmondtam, hanem így érdemes. De mindenki úgy játsza, hogy neki jó egyébként. Meg kéne nézni őket. Ó! A srácok egy kicsit félreértelmezték itt a feladatot. Hát jó. Oké. Mondom, jó lenne kipróbálni ezeket az új spiriteket. Ők meg itt megnézték, hogy milyen lenne egy enemit, egy kis random enemit megölni. Most úgy érzem magam a játékban, mint hogyha én lennék a boss. Elég királyérzés. Ez elég királyérzés. Szia, Brahma. Élvezd ki. Hát, igen. Tudjátok, mi jutott eszembe? Vannak köcsögök. Vannak a köcsögnél idézhető enemik. Őket meg kéne néznünk, hogy inasba tudjuk-e rakni. Anya szinten vagyok most. Igazából nem nagyon fejlődtem az elmúlt pár napban. 48-ig felmentem, 51-es vagyok, de ami most nagyon érződik rajtam, az nem az, hogy hanyas szintű vagyok, hanem az, hogy hanyas szintű a fegyverem. Plusz 4-es. Illetve a Golden Order szílem is plusz 4-es. Ez a tűzpel micsoda? Ezt a kardom tudja. A Sword of Night and Flame-em tudja ezt. Na, 16 000 szólnál járunk, az azt jelenti, hogy tudunk egy szintet lépni, és akkor megnézhetnénk mondjuk egy sárkányt. Ahhoz meg nem kell trinket. Ó, nem tudom, mire vállalkozok, srácok, de nézzünk sárkányt. Szerintem nem fog menni. Nem, nagyon nem ide vagyok. Ide való vagyok. Nagyon nem ide való vagyok, de megnézzük. Az a gond, hogy ez a képesség lóról nem működik. Mert lóról nem lehet ilyen stance beállni.
Ja, 25-ig szerintem felmegyünk. Ez a build, ez amúgy jó a spirit, abban kb. A Ed lesz a legOP, főleg kimaxolva, elterelés, ez meg a farkasok a legmobilisabbak. Aha. Elterelést akarok mindenféleképpen, és azt még nem. Tehát, hogy én most így kísérletezek a spiritekkel, hogy mit lehetne jó használni, hogy jól kihasználjuk a játékot, úgymond. 347, akkor most kivesszük szépen a trinketet, hogy ez ne menjen tönkre. Nem is kell, csak futsz, megvádog a lámpát és tovább. Igen? Én nem tudom, én nem... Nem éreztem ilyet, amit most mondasz, hogy ez csak ennyi. Picit casualabb lett a játékuk? Hát... Hogy mondjam? Könnyebb bizonyos aspektusa, de a bosszok ugyanolyan nehezek, szerintem. Haló? Hol a boss? Á, megvan. Na, ez már sebzés. Aztán. Inasba rakott azért minket. Inasba rakott azért minket. Szia, haza! Oké, és... Jó, megnézzük rúna nélkül, hogy milyen. Idézni nem tudunk. Idézni nem tudunk. Üdv mindenkinek, srácok. Na most már lehet idézni. Ja, nem ment be a hílem. Felhúztam a tekardot plusz 5-re, az előző boss, amivel 20 percet szenvedtem, elsőre lement Crimson nélkül. Nice. Nos, eskén... Én 60 plusz vagyok, egy picivel, de szerintem sokkal erősebb a karaktered, mint az enyém, legalábbis úgy tűnik. Aha. Üdv mindenkinek, srácok!
Na. Hát akkor lingling, csingling. Ezt benyomjuk. Oké. Okay. Ez a része, hogy nyomja ezt a Scarlet Rotot, ezt még annyira nem értem. Ezt még annyira nem értem, srácok, hogy hogy működik. Volt rész, ahol volt rot, volt, ahol nem volt rot. Ezt a Scarlet Rotot ezt nem értem. Valószínűleg amúgy ilyenkor el kéne futnom, vagy nem tudom. Ezt a... Nem értettem még meg a képességét, hogy ilyenkor mégis mi a fenét csinál. De... Amikor csinál valamit, valahogy éppen van, akkor menekülni kell. Jó. Elnyomjuk ezt. Viszont potit. Voltak ezek az idézettek. Értem.
Hát ez szívás, nem, hogy oda fölment. Föl kéne szállnia valahogy, nem? Tehát itt most a felszállás az azért volt, hogy megöljön. Scarlet Rot az olyan, hogy ilyen tikekbe damage-el, ha betelik a build-up, akkor suntol rajtad egy nagyot, szóval kb. Tuti meghalszja, és betel a build-up, még utána is damage-el, szóval marad a futás, aha. Jó, hát az idézetteknek semmi értelme nem volt. Most maga alá is nyomta. A legtöbb sárkány a körülbelül féleképp működik. X időnként range check, távol, tűzakadás, közel, pörgés, dobbanás. Ja, ja. Csak ez most nem tüzet nyom, hanem Scarlet Rotot, ami fáj nagyon. Most túl korán nyomtam be. Ez hogy? Hogy ment mellé? Így 21-et sebzünk egyébként. Van Scarlet Rot leszedő incantation. Azzal még nem találkoztam. Viszont azon agyaltam, hogy mivel varázslatokat annyira nem használunk, lehetne berakni, ja mondjuk a healbe van rakva. Akkor jó. Mert párszor használtam volna a healt. Oh.
most pont elém nyomta, de háromszor bele tudtam ütni. Ez most jó volt. A kezdés az nagyon jó volt. Hát előbb-utóbb csak kiismerjük a mozgását, meg a nézését. Előbb-utóbb meg lesz. Hát nem ezt akartam csinálni. Nem. Ezt egyszerűen nem. Van, amikor sebez és látom, valamikor... Tehát ilyenkor el kell futni a fenébe. Bármikor meglátom ezt a rotot, elhúzni a fenébe. De egyébként a sebzésünk simán a karddal is rohadt jó. Nincs valami olyan szeted, ami jobban immunál? Hát, lehet, hogy van. Meg lesz ez egyébként. Látjátok, nem lehetetlen. Pillanatra azt hittem, hogy bebugolt, és újra majd le kell sebeznem.
38 000. 38 000. Ó. Ja, igen, ebben a fight-ban az volt a nehéz, hogy hosszú volt. Hát nem Limgrave-ben vagyunk? Az nem számít. Az számít, hogy végre érzem a karakteremen azt, hogy fejlődik. Végre érzem azt a karakteremen, hogy most már nem az a kis konfesszor, aki úgy így dobálja a kis tűzlabdáit, az sebez ilyen 150-et. 150, 150. A Limgrave-i Eltri Avatar 90 000-et ad, de ugyanazt tudja. Limgrave-i Avatar? Na várjál csak. Vele már találkoztunk? Limgrave. Ja, vele még nem találkoztunk egyáltalán. Megkérdezhetem, hogy azt, hogy melyik kard, amit használsz. Sword of Night and Flame, Bush Fighters. Ezek a két órás boss fightok semmi. Én két órája próbálok egy 10 másodperces licensz goldra csinálni a Gran Turismo. Hát, igen, azok nagyon kemények. Nem, Limgrave az itteni terület avatárja. Az itteni terület avatárját már megöltem. Már ha... Ja, akkor nem rá gondolsz, hanem rám. Akkor rá gondolsz. Azt még nem néztem. MS-t néztük. Az egyébként megtévesztő lehet, hogy ez egy nagy terület, meg gondoljátok, de ez Kélid és Dragon Barrow. Ez Kélid és valami akármilyen Dragon Barrow. Ez First Try-ra lement a sárkányúvel küzdöttél. Hát, meg lehetett volna egyébként Garrobe ez a sárkány First Try-ra is, csak... greedy voltam, meg nem ismertem a mozdulatait. Ja, ez két külön terület. Két külön terület. Tudtommal persze, de javítsatok ki, hogyha hülyeséget mondok. Ha ismersz egy sárkányt, ismered mindet. Hát most abba különbözött egyébként, hogy én most ilyen máshogy varázsoltam, előtte meg dobáltam. Tehát most ilyen nem lóról varázsoltam rá. Én csak futkostam egy lóval, aha. De hogy nem lehet beszólni? Ha szeretnél, nyugodtan. Ja, igen, direkt nem first try csináltuk. Azt mondtátok, hogy ott az avatar a 4-esnél. És még meg kéne nézni Gardrobe-nak a... Ezt hogy lehet levenni? Ó, mindegy. Meg kéne nézni Gardrobe-nak a kasszáját is. Aj, basszus, hát én meg akartam venni ilyen cuccot, dragonos cuccot. Egyszerűbbek, de unalmasak. Mármint, hogy... a lóról való harc. Ja. Na itt van egy olyan, ami kettőbe kerül. Agél tüze. Meg itt van Ekzikész dikéje, tehát ennek a rottya. Fate és árk. Az baj. Az probléma, srácok. Johannu. Ne kérdezgessetek már olyat, hogy megvolt-e ez a boss, vagy az a boss.
hanem nézzétek meg, hogy megvolt-e. Semennyiben nem tart megnézni a vodoknál. Be van timestamp-e, vagy mikor, milyen boss-t öltem meg. Olyan spoileres kérdéseket tudtok feltenni, mázitok van, hogy tudom, hogy kiről beszéltek. Mert most kedves vagyok, de egyébként ezekért timeout, nagyon hosszú timeout, vagy ban is szokott járni. Elspoilerezitek a dolgokat. 48-36. És ez gondolom ilyen chargeolós. Ja. Ugrás közben lehet kasztolni. Nem tudom. Nem tudom. Lehet egyiket se vesszük ki. Itt vannak, itt maradnak. Árkére nem akarok rakni, az plusz egy stat. Mármint plusz egy olyan stat, amivel így most nem akarok foglalkozni. Szóval ja, srácok, ha valakit az érdekel, hogy megvolt-e már XY boss, a VOD-ba bele tudtok nézni, és ott vannak timestampelve a boss skill-ek. Sziasztok, sikerült kipróbálni a Vampire Survival-t, fixen 15 percig jutok el, aztán rip. Nagyon jól kell kergetőzni, meg jól fejleszteni a nálad levő cuccokat, Ryder. Érdemes megnézni az evolve-okat is például. Tudtad, hogy névről is spoiler? Olyan dolgokba kérdezel bele, ahol nem jártam. És az lehet, hogy te nem tudtad, hogy én ott nem jártam, de hát... Te akarsz utána nézni. És állítólag nem belerondítani az élményembe. Szóval te ilyen rotos vagy. Lebögtek, vagy mi történt? Adni is fel az aranykarmot, az micsoda? Ja, hogy több legyen a... A rúna, amit kapok? Arra gondolsz? Putrid Avatar, ennek az a neve. Aha! Aha! Ohoho! Á! Értem. Értem. Hát ez jó. Az jó. Megszebeltek? Az hagyjál, hogy megszebeltek, de ez válsatol minket.
Na de most ő miért kezdett el mocorogni? Haló? Szevasztok, hello. No. Ez nem fán, ez a válsátolás, ez nem fán. Mert ha még azt mondanám, hogy megüt nagyon, és tudok hílálni, akkor jó. De így, ez nagyon nem jó. Lehet keményebb páncért kéne magamra aggatni. Ez ennyit számít? A DS-ekben nem emlékszem, hogy számított volna, de lehet, hogy itt számít már ez a páncél. Jártál már a kék metró végállomásán? Bizony. De még annál tovább nem mentem, Vajk. Szia. Mi újság, Vajk? Durva, hogy te már ezen a területen mozogsz, elvileg ez egy level 60 pluszos lesz, Dex Builder benéztem ide, de első hételen voltam level 50-nél. Most lettem 54, de az előbb 59-el is ugyanilyen sebzésem volt, és ez annak köszönhető, hogy ma upgrade-eltük a fegyveremet. Tehát, hogy amíg nem volt ilyen a fegyverem, addig nem voltam ilyen erős sem. Egy icipicit számít, aha. Most akkor azt nem vettük le? Szóval... hát, hogy mondjam... a fegyverfejlesztés jó statokkal az nagyon sokat jelentett nekem. Tehát ez a bam, amit mondtam nektek egyébként a legutóbbi streamben, hogy eljön majd az a boom, amikor majd így végre érzem, hogy haladunk, na az most eljött azzal, hogy tudtam fejleszteni a fegyvert. Ez nem úgy kellett, hogy dolog az embereknek, főleg nem egy fiatal korosztályban, mert tudják ők, csak hát el az egójuknak majd ők tudják. Ja. Értem ezt, mire mondod, Brahma. Egy picit vakon voltam. Néztem pár Elden Ring streamet, örülök, hogy mindenki kicsit más buildet épít, így a magyar Twitch közösségben is van változatosság, a játék meg az elején nekem fura volt, az open world, de mostanra megszoktam és nagyon bejön nézőként persze, mert nekem erre nincs idegrendszerem. Hát igen, ez egy kemény játék. Open worldként nekem is egyébként fura. Nekem is egyébként nagyon fura. Nekem a Confessornak a kinézete tetszett, és mivel nyomtuk a DS3-as piromanta varázslós végigjátszásunkat, így nagyon-nagyon megtetszett. Nagyon megtetszett ez a stílus. Nagyon tetszik, hogy a sima attackunk is milyen jó. Úgy érzem magam, mint Gandalf, amikor így fényt gyújtott. Hát most a bildem erősségét a kardom adja. No Dico jöhet. Winged Scythe. Amikor először fénygyújt a bányába. Gandalf. Scythe.
D-s szkélelésű, szkélelésű, bloodlossos, dex, ó, hát ehhez 4 kell az STR-re és 4 kell a dexre is. Szívás. De holy damage-es. Ez tök király. Wow. Fegyverek esetében mit jelent a scale és a betűjel? Hát S úgy van, hogy át, tehát hogy úgy kezdődik, hogy E, és így szépen megy A-ig, aztán jön az S, hogyha minden igaz. Én S-et még nem láttam ebbe a játékba, de ez határozza meg azt, hogy mennyire lesz erős a fegyver. A szkélelésnél ez azt jelenti, hogy a fegyverem sebzésem módosul a fétem és az intem hatására C mennyiségben. Minél magasabban van ez a betű, annál jobban befolyásolja a fegyverem sebzését. Ezt meg a fegyverem szintezésével lehet módosítani. Egy adott stat jobban... hat. A fegyverre. Meg talán az abból kijövő varázslatokra is. De talán az már nem úgy működik. Az már nem a scale alapján működik, de ezt nem tudom pontosan. Úgyhogy ebben nem akarok hülyeséget mondani. Itt van ez az Incant Scaling, illetve a Sorcery Scaling. Talán arra vannak hatással az Attribute Scalingek. De ez... Mindenkitől eddig mást hallottam a magyarázat kapcsán, és így még én nem nagyon olvastam utána, úgyhogy nem tudom pontosan. Na jó. Egy pillanat türelmeteket kérek. Srácok. Csak majd nézem, hogy mi legyen a délutáni program. Értem. Délutáni programhoz ki kell lépnem. Az jó. A játékból. Akkor kilépünk. Tudunk ilyet, hogy kilépés? Ez de hülyén van kitalálva. Lúgos Maxima! Az egy másik világ. Nem segít a Holy Damage a csontvázakon. Akkor jól gondoltam. Pillanat, srácok. Na. Tényleg, ha már Holly itt is van, találkoztál vallással? Hát... igen... De... ez olyan dolog, hogy szerintem vannak ilyen szektások, fanatikusok, vallásosok ezekben a világokban. Úgyhogy, ja, találkoztam. Ha ilyet lehet mondani. Meg valami olyat mond, hogy a törpök roppant csarnoka. Én olyat nem mondtam most. De Gandalf lehet. Azt akarom megnézni, hogy mi legyen a délutáni program, hogy folytassuk-e az Elden Ringezést, vagy maradjunk Elden Ringezni. Ez itt a kérdés. Tudom, hogy bárhogy döntök nektek, az úgyis tetszeni fog. Van akinek ez, valakinek az. Most Berpil nagyon tetszik az, hogy ennyire tudunk haladni az Elden Ringbe. Ez nagyon király, hogy
hogy ennyi sebzésünk lett itt a kavicsoknak hála. Ez brutálisan kellett, úgyhogy ha ti is azt érzitek, hogy nem sebeztek eleget, akkor a kavicsokkal rengeteget tudtok javítani a dolgokon, illetve az esizofórokkal is szintén az is egy nagyon fontos része a játéknak. Nyilván én most itt nem használtam esizofort, mert ehhez a karthoz nem lehet, ez egy különleges kard, amit nem is lehet erősíteni olyan szinten, hogy varázslattal, és esizofórral sem, tehát hogy nekem ez egy különleges kard, és két varázslatot tud. Broken fos kardod miatt van amúgy. De használod. Hát igen, alapból van rajta egy esizofor, vor azért különleges, csak hát ez nem cserélhető. Le tudod másolni? Komolyan? Ezt le lehet másolni, amit a karakter, amit a kard tud? Ezt nem tudtam. Ez jól hangzik egyébként. A specka akkor nem hiszem. Jó, hát az a helyzet, rögtön bedobott a Lost Ark. Igen, tehát rögtön bedobott a Lost Ark. Tehát akkor eldöntetett, tudunk Lost Ark-ozni délután. Ha visszaenged minket ebédszünet után, akkor Lost Ark-ozunk. Ha nem enged minket vissza, akkor elderingezünk, de van remény arra, hogy délután Lost Ark-ozzunk. Ez szuper. Ez egy nagyon szuper hír. Jó, akkor gyorsan még visszalépek Elderingbe, és megmutogatom, hogy hol tartottunk. A kerekasztalnál levő kovácsnál tudsz esizofort duplikálni. De az csak akkor, hogyha már egy meglévőt akarok, nem? Ja, egy már meglévőt, vagy egy megvásárolhatót lehet duplikálni. Nekem ez tűnik logikusnak, de lehet, hogy úgy van, ahogy mondod, Gárdrob. Ezt nem vágom. Az esizofórok és én az egy két külön dolog, nem foglalkoztam még velük. Nos. Hát, meddig jutottunk, mit csináltunk ma? Úgy kezdtük a mai streamet, hogy megnéztük azt, hogy milyen botok vannak, mert hogy szeretnék egy normális botot, amivel a sorcery-ket tudom majd nyomni. Nem csak az incantation-okat. Úgyhogy néztünk ehelyett kettő másik hibrid staffot, ami igazából lehet, hogy nem is lényeges, mert mondtátok, hogy olyat is lehet csinálni egy random staffal, vagy egy random fegyverrel, hogy teszek rá egy olyan esizofort, amitől fétes szkélelésű lesz, de ezt annyira még nem néztem utána. Én biztos kinéztem azt, hogy kettő staff van, ami hibrid szkélelésű, és azokat akarom majd megszerezni. Ám ez egy sokat rangú dolog. Az elsődleges dolog az volt a mai streamben, hogy a Golden Order szílünket mi hamarabb feljebb húzzuk. Úgyhogy most már Somber Smithing Stone plusz 5 kell ahhoz, hogy ezt még tovább tudjuk húzni. Ahogy egyébként ez igaz a Sword of Night and Flame-re. És ahogy igaz egyébként a Cypher patára is. Hát a Cypher patát amúgy nem mutattam meg nektek, hogy milyen erős lett, de a Sword of Night and Flame-et azt láttátok. És hát azt is láttátok, hogy Godricnál hiába dobáltam tűzgolyóval Godricot, a Golden Order Seal fejlesztésem nem érződött. Tehát már ha egy kicsit bele fúj, az is már durva. Nem érzem ezt erősebbnek. Mondjuk az nagyon király, hogy milyen átütő ereje van. A
az király ebben. Ez nagyon király, hogy pajzson keresztül is át tudunk ütni. Tehát most így mellé tesszük ezt a kardot. Jesszus. Persze el tudom nyomni. Jimmy, köszi szépen. Brutál. Úgyhogy fejlesztettük ezt a patát. Menő egyébként. Nem dobjuk el. Nem dobjuk el. Én az eszizofón működését se értem, bár mármint ha valamire rá akarom, akkor elveszik, vagy hogy van ez. Ja, én is ezt annyira még nem veszik el, le tudod venni a fegyverről és átrakhatod másra. Én úgy tudtam, hogy elveszik, de akkor lehet, hogy rosszul tudtam. Én nem vagyok ebben tényleg annyira bennem. Úgyhogy eddig jutottunk, skacok. Amit még nem tettünk meg és meg fogunk tenni még most gyorsan, hogy egy új templomba mentünk, és szereztünk egy Sacred Tear-t, tehát hogy most már még durvábbak a flaskáink, még többet töltenek. Még többet töltenek, ez azt jelenti, hogy most már plusz négyesek. Most már plusz négyesek a flaskák. Ja, plusz négyes lett a fegyver, a fegyverek, amiket kinéztünk, a flaska is, amit kinéztünk. Megöltük Godrikot, ez nagyon fontos, meghalt végre Godrik. És itt megöltünk ezen a részen egy éjjeli lovagot, valamint ölögettünk avatárokat is, őt. Aztán őt. Meg hát Evergaoloztunk. Ott is van még egy avatár, azt is majd megnézzük. Meg ott is van. És az avatárok majd jelezni fogják nekünk azt, hogy melyik szint milyen nehéz. Ott is van egy fa. Hogy melyik szint milyen nehéz, az alapján fogok menni és fedezni fel, felfedezni dolgokat. De továbbra is sok kazamata vár ránk, hogy szólt. Farmoljunk, illetve bosszokat, opcionális dungeon bosszokat. És hát ilyen statokkal zárunk. 54-es vagyok, és 17 000 kell a következő szintlépéshez. Én a dobott fejlesztő kavicsok alapján növöm be a nehézséget. Az se rossz egyébként. De az eléggé árulkodó volt ennél a Minor Airtree-nél, hogy az avatár váhitelt minket. Ez nagyon durván árulkodó volt. Ez nagyon durván árulkodó volt, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ezen a területen kell majd ténykednem és itt bosszokat ölni, miután Limgrave-vel végeztünk. Ja, ez a kard nagyon menő. Iszonyatosan menő. Iszonyatosan király. Hát nagyon sokat segített. Ja, és azt még nem is mondtam, hogy nem csak az avatárt törtük meg, hanem itt a sárkányt. Sokáig tartott, de meg lett. És ezek után megnézzük General O'Neill-t is. Szerintem most már General O'Neill is meg lesz. A legtöbb Airtree van hitel vagy túl hitel amúgy? Hát igen, csak hogyha van hitel, akkor nem akarok annyira harcolni ellenük. Úgyhogy, hát ennyi. Keresgélünk majd még sárkányokat. Mert biztos, hogy azok is vannak, hiszen ilyen dragon heartokat dobnak, vagy mit. Úgyhogy még biztos lesznek. De nagyon örülök, hogy végre érzem azt, hogy haladunk. Most már akár visszamehetnék olyan bosszokhoz, amiket eddig nem tudtam megölni, mint például itt a Celia Crystal Tunnelbe, vagy megnézhetném azt a másik
a Raya Lucaria Crystal Tunnel-t is, amit mondtatok, mert az előzőben a sima Smithing Stone-okat tudom majd megvenni a Round Table-nél. Itt pedig, hogyha itt megöljük a főbosszt, akkor ő olyan kavicsot dob, amitől a szombereket tudom majd vásárolgatni. Lehet, hogy az olcsóbb, mint itt a Road to Manor-nál, a Kovácsnál, nem tudom, de megvesszük, mert ez egy olyan dolog, ami valószínűleg kell. Úgyhogy... van 9-es kavicsom, de szeretnék elkeveredni valóban, ahol adnak 6-os. 9-es kavics, Jézus! Én nem tudom, a kavicsokkal meddig jutottam. 6-osig? 5-ösig? Jaj, 1-től 5-ig van minden az alapokból. Most már 5-ös Somber Smithing Stone kéne. Meg majd akarunk spiritekkel is játszani, csak még nem tudom, hogy... nem tudom, hogy ki lenne az igazi. Lehet, hogy a farkas. Lehet, hogy medúza. Nem tudom. Ezekkel kísérleteznünk kell, csak... hát nyilván, mivel még kis szintűek, így... hát nem olyan hatékony. Mimic Spirit? Olyat még nem láttam. Csontváz, aha. Szóval még meg kell találni az ideális spiritet magam mellé, mert ez egy mechanika a játékban, amit érdemes lenne használni. Mimiket csak a Radan után kapsz. Ó, hát, ja, akkor az odébb lesz. Az odébb lesz. Na mindegy, skacok, eddig jutottunk. Remélem tetszett nektek ez a mai kis Elden Ring-es session. Ez a több mint 3,5 óra. Nagyon örülök neki, hogy végre eljött a pillanat, így talán ez a 10. Elden Ring stream. Így van, 10-nél végre így BAM!